15. rész. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudnélik az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem, amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám, mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja nektek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, amint megvan írva, annak okáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dicséretet éneklek a te nevednek. És ismét azt mondja, örüljetek pogányok az ő népével együtt. És ismét, dicsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. És viszont Ézsajás így szól. Lészen a Jesszének gyökere, és aki fel kell, hogy uralkodjék a pogányokon, ő benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Bátorságosabban írtam pedig néktek, atyám fiai, részben, mint egy emlékeztetvén titeket az Istentől nekem adott kegyelem által, hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Szellem által megszentelt. Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban. Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel, jeleké és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek. Hanem, amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel hogy nincs már helyeme tartományokban, vágyódván pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, ha Hiszpániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Most pedig megyek Jeruzsálembe, szolgálván a szenteknek. Mert tetszett Makedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Mert tetszett nekik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a szellemi javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. Ezt azért, ha majd elvégezem, és nekik egy gyümölcsöt átadom, elmegyek közöttetek által Hiszpániába. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztusra és a szellem szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban én érettem Isten előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálembe való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt. Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.